Sziasztok! Mielőtt kezdünk, említenem kell, hogy ez egy megszokottnál vegyesebb tartalmú, információdús, sok helyszínen játszódó videó lett, amit két részre vágtam. Ez az első rész. Sziasztok, Ádám vagyok, Amerikában élek. Itt van velem Jalen barátnőm. Lényeg, hogy most bejövünk a Costco nevű boltba, mert lett egy kis hó, és ezt meg tudom nektek mutatni, elmegyünk egy parkba szánkózni, meg ilyesmi. Kesztyű nekem mindenképp kell, lehet, hogy veszünk szánkót is. Meglátjuk. Ja, oké. Okay. It goes right there. Itt ennek a dolgozónak most megmutatom a tagsági kártyámat. Ő rábólint. What? Warm as fuck. It is very warm. Körülbelül egy éve kezdtem el itt tag lenni, és $60 kerül évente ez a tagság. Ennek az egész Costco-nak az a lényege, amúgy nem fogok most túl sok részletbe belemélyülni, mert ez az egész videó nem csak erről szól. Itt egész magas minőségű dolgokat lehet megvenni, csak is nagyobb darabszámra vagy súlyszámra, viszont darabjára és súlyára olcsóbban, mint az átlag helyen. Mindenféle termékeket lehet itt találni, élelmiszerek, fogyasztott cuccok, házi eszközök, bútorok, szerszámok, minden. Hogy vannak vevők, emberek, akik tudják, milyen márkát, milyen minőséget szeretnének, és ők úgyis azt fogják megvenni, minden hónapban hosszú távra vásárolnak, és ők hajlandóak nagyobb darab számba és súlyszámba venni dolgokat. Ez miatt a Costco kényelmesen, olcsóban adhatja, mert úgyis sokat fog eladni belőle. És ebben azt látom, hogy a kapitalistaság és az okos, előre gondolkodó fogyasztók harmonikus együttműködése történik ebben az üzletben, ebben a bizniszben. Viszont egyelőre ennyit mondok erről, ha érdekelne, akkor lehet, hogy egy egész videót csinálok majd csak a Costco-ról, hogy mi hogy működik, meg minden. Egyelőre most kesztyűt jöttünk ide venni. Na hát képzeljétek el, hogy mióta felvettem ezt a videót, azóta igazából vettem még egy dolgot a Costco-ban, aminek annyira örülök, ez egy Hexclad márkájú, három külön nagyságú serpenyő és egy wok, plusz három fedő. Utána néztem neten, akárhonnan is rendeltem volna, ilyen 500 valamennyi esetleg $600 is kerülhetett volna. Itt viszont a Costco-ban egy ilyen különleges esemény volt, a Hexclad cégtől jött valaki és demonstrálta, hogy milyen jól működik. Én pedig megvettem $500-600 helyett 350-ért. Tudod, mennyiért vettem? 800-ért. Tudod, mennyi az üzletben? 4600. Ezt tudod, mennyibe van? Szóval ezért imádom ezt a boltot. Magas minőség, de olcsón és okosan van megoldva. Haszta. $11. Wow. Oh, that's where your finger ends? Yeah. That's insane. That's too big for you. But I can move. Like, I can do stuff. You know, the other one. My finger ends right. Like, feel my finger. Itt az önkiszolgáló kasszáknál is áll egy dolgozó. Ellenőrzi, hogy van-e tagsági kártyám. Hi. You're good. Okay. Please scan your. Please begin scanning. 11.97. Place your item. 11.97. Thank you for shopping at Costco. Have a good day. You too. Okay. Here you go. You got yourself some glove-ass gloves. Oh, that's glad. Can you hold these? Yeah. But I want to see if it fits. There you go. But there's 70% off Team Keep Ups. Oh, thank cool. you. I didn't hear it. Something about Keep Ups. Something about 75% off. Yeah, meg van firkantva. Ezért fel kell mutatnom neki. Oh, okay, my bad. You're standing there so officially. I was like, okay. She looks official. You're way more official. There you go. Cool. You're cool. Hey, thanks for the interview.
Just hold it up to random person out here. Look at my receipt. Ott szoktak állni a dolgozók, kijáratnál megnézik a blokkot, nyugtát, hogy azonos-e azzal, amit viszel ki. Na most mi már le van firkantva a mi nyugtánk, csak fel kell mutatnom, nem fogják végignézni. Mert lefirkantott a nő a pénztárnál. És azt is szeretem, hogy a parkolóban ezek a sávok között van ilyen kis tágított kettő dupla vonal. Ami azt jelenti, hogy nem kell úgy parkolni, mintha valami heringek, hogy túl közel egymáshoz. Nem, van elég hely, és mindenki nyugodtan tud mozogni, kényelmesen. Ezt úgy érzem, hogy megtisztelik a vásárlót, mint fogyasztót. Szóval a fogyasztókat ugye tömik a boltokba, mint heringeket aztán. De itt nem. Na most mi egy bevásárlóközpontban vagyunk, és el fogunk menni egy másik bevásárlóközpontba, ami néhány utcával arrébb van. Ez körülbelül 5 percig tart. Maga a videóban nem mutatom meg mind az 5 percet nyilván, csak elmondom nektek, hogy meddig tart az út, mert ez egy ilyen videó, ahol ide-oda járkálunk kocsival. Szóval csak éreztetni akarom veletek, hogy mekkorák a távolságok, és az út meddig tart egyik helyről a másikra. Szép munkát végeztek. Minden járható. Parkolókban is kis kupacokat csinálnak. Szóval megyünk szánkót nézni, hogy van-e. Foods. Ide szoktam járni legtöbbször, nem itt dolgozok viszont, másiknál dolgozok. Ide jövünk, Dick's Sporting Goods, Pöcsönek a sport utcai, illetve Dick Ma sport utcok. Oh yeah. I look like I'm going to sleep. Ah yeah. Yeah. Itt jobbra mellettem, ahogy megyek, van 3-4 vagy 5 asztal, tele van rakva cipőkkel, amik mind le vannak árazva. You guys work here? Yeah. Where do you have your snowboards, ski stuff, snow stuff? It's gonna be back on the back side of the North Face clothing. Backside of North Face. Yeah, right there on the flip side. Okay, cool. Thanks. A tiny selection. Pretty simple. 3D printed in China. This is the one I'm getting. Good hibachi grill. How much is this? $15. That's pretty good. Yeah, get an expensive one. Man, this is flimsy. At least it has handles though. It probably is. I just don't know how much it costs. So, got one more quick question for you. Do you know how much this is? It is $15. $15, awesome, thanks. $15. Yeah. I mean that's more solid, but this one. But I like the red one. You like the blue one? The red one. The red one, yeah. It's just because it's broken here. Okay. You want the red one? I think it's a better one. I mean assuming it's the same size. Okay. Cool. Alright. Now what? What? To their mouth. Trying to, you know, feel attached to the blue one. I'll get the blue one if you're attached to it. Like, it's, you know, it's the blue sheep in there. It's the only blue one. All right. Plus your car is blue, so I guess I get it.
Általában gyorsabban szoktam vágni az ilyen kasszás pillanatokat, viszont itt most éppen történt valami nagyon érdekes, ami eléggé jellegzetesen amerikai dolog. És most látni fogjátok, hogy hogy szokott az ilyesmi lezajlani itt. Hi. Hi. Did you find everything you're looking for? Yes. All right. Do you have a phone number with us? Nah. Just money. Got money for you guys. Jalen? Oh, I guess you're doing separate. Separate. Okay. 5336 is your total today. Mondjuk ezzel pont átbasztak. Wait. 53? Mhm. Guy back there said it was 15. He scanned it. Huh, didn't even ask for a button push. Did somebody scan a snowboard and say it was $15? It was not a snowboard, it's a sled. Not to correct you, but... Or sled. Gentleman in the glasses, beard, right there. You said you did that. I rang up 49 on the register. Doesn't make sense. Makes no sense. He scanned it. Yeah. Okay, so I just did a post void, so the 5336 is just going to go back onto your card, and then I'm going to ring it out again. Okay. For the 15. Okay, appreciate it. I think what happened was, like, it showed the picture of that, but it didn't refresh from the last item he had scanned on it, so it had that price still, but not the new price. Okay. I'll let you keep that one. All right. Do I need to insert for this, or is it automatic? No, I'll have to have you insert your card again. All right, 1601 is going to be the total with tax. Okay. There's that copy. All right, thank you. All right, do you have a phone number with us? No. Okay. That is 15. All right, 16 even is your total. Okay. Thanks. That's crazy. Like heavy duty, right? So Skechers. Now we go to a coffee place. You want Starbucks? Or do you want something else? I mean Starbucks because they're usually, you know, good all the time. Consistency? Yeah. I'll follow you. Nyilván hallottátok már sokan, hogy Amerikában minden nagyobb. Ez olyan formában mutatja meg magát, hogy például a sávok az utakon szélesebbek, autópályákon több a sáv általában. Többször használja az ember az autópályákat, talán mint Magyarországon, és azt vettem észre, hogy a rokonok, barátok is távolabbra költöznek egymástól, amikor felnőttként megtalálják az otthonaikat, letelepednek valahol. Ezért mindig mindenhez autót kell használni, boltról, üzletről, másik üzletbe is boltba eljutni, több ideig tart. Például itt is Jalen meg én kb. 20 percig utaztunk, hogy eljussunk a boltból egy kávézóba. Persze van közelebb is kávézó, de mi egy bizonyos kávézóba akartunk eljutni. Szóval igazából itt Amerikában, ha nem tiszták az utak, nem járhatóak, akkor az egész rendszer leáll.
a nagyon havas napokon, amikor nem lehet menni az úton, akkor igazából iskolabusz sem megy, ami azt jelenti, hogy nincs is iskola, aminek a gyerekek nagyon szoktak örülni. Én is nagyon örültem, amikor én gyerek voltam még itt, vagy tínédzser. Szóval itt autó nélkül sokkal nehezebb az élet. Persze itt is van tömegközlekedés, de bevallom, én nem tudok erről sokat. Mert nem használjuk már. Kiskoromban, amikor ide költöztünk először, első néhány évben, használtuk a buszt. Szóval járnak buszok, de az ember érvényesülni nem tud autó nélkül. Illetve érvényesülni lehet. Inkább csak úgy mondanám ezt, hogy legtöbben, akik a tömegközlekedést használják, mert nincsen autójuk, általában azért használják, hogy eljárjanak dolgozni, hogy gyűjtsék a pénzt, mert azt vették célba, hogy autót szerezzenek, mert azzal tényleg már minden gyorsabban tud megtörténni. Lehet tömegközlekedéssel nagyjából itt mindent csinálni, csak lassított felvételbe zajlanak a dolgok. Ember céljait elérni lassabban lehet. Na mindegy, nem akarok erről sokat rizsázni, mert az egész epizód nem csak az utazásról, vagy a kocsikázásról, meg az utakról szól. Na hát, kedves nézők, ez az epizód igazából két részes, és ez az első résznek itt a vége. A következő epizódot folytatjuk pontosan innen. Barátnőm és én bemegyünk, kávézunk, egy kicsikét japán nyelvet gyakorlunk, ezt látni is fogjátok. Az igazság, hogy muszáj volt kettévágnom a videót, mert ez, úgy éreztem, hogy ez nagyon-nagyon vegyes, témakörű epizód lett, jobban funkcionál kettő darabban. De egyelőre ennyi, találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!